Üdvözöllek titeket, itt vagyunk egy újabb videóban, és itt vagyunk Miskolcon, és hát igazából van még egy 40 percem, és gondoltam, hogy megmutatom nektek itt a remízt, a villamos remízt, illetve azt is, hogy a villamos remízből hogyan jutnak ki a villamosok a pályára, a menetrend szerinti közlekedés által használt pályára, úgyhogy ebben a videóban majd ezt láthatjátok. Úgyhogy tulajdonképpen Miskolc villamos közlekedtetése eléggé egyhangú és egysíkú lett, ugye jelenleg Skodák közlekednek menetrend szerint, ugye most jelenleg az adventi villamos is jár, ami ugye Tátra, de ugye ez egy különleges villamos, és alapvetően amikor tanulók szoktak Tátrákkal még közlekedni, és akkor azt menetrend szerinti közlekedtetésben beállítják. Idén is volt ilyen, nem jöttem le, igazából annyira nem mozgatott meg a téma, ez nagyjából egy olyan 10 napos időszak volt, amikor a Tátrák ismét menetrend szerint közlekedtek, de igazából ez évenként megismétlődik, tehát nagy valószínűség szerint ez jövőre is majd így lesz. Lehetséges, hogy akkor majd elnézünk ide, de mivel ugye Miskolchoz és a villamos közlekedtetéshez sincsen túl sok kötődésem, ezért annyira nem mozgatott meg, hogy ezért lejöjjek ide Miskolcra idén. Lehet, hogy ma jövőre ezt nyélbe ütjük, írjátok majd meg, hogy erre egyébként kíváncsiak lennétek-e. Sőt, hogyha jól bekukkantunk, akkor még régi osztrák barátainkat is láthatjuk. Egyébként szerintem azok a villamosok voltak a legstílusosabbak, és hát kár, hogy igazából én soha nem láthattam ezeket itt menetrend szerint is, sőt semmilyen közlekedtetésben sem. Na de nézzük meg akkor, hogy hogyan is jönnek ki a remízből a villamosok, gyertek! No, itt láthatjátok a Miskolc városi közlekedési ZRT-nek a bejáratát. Egyébként itt ugye egybekötött autós út van a villamosnak a vágányaival, és tulajdonképpen itt indul meg a villamosoknak a kimenetele a pályára. Ugye az 1-es és a 2-esnek a közös szakaszára érünk majd ki, hogyha végig sétálunk. Itt van egy buszmegálló, a Szondi György utcai buszmegálló. És az érdekesség egyébként, hogy itt fogunk ám kanyarogni, és viszonylag hosszan fogunk menni egy nem túl barátságos környezetben. Számomra olyan kis hangulatos egyébként, kicsit olyan lepusztult részen fogunk aztán kibukkanni, és tulajdonképpen a tiszai pályaudvarhoz nagyon-nagyon közel leszünk majd. Úgyhogy tulajdonképpen a környezet az olyan hirtelen fog megváltozni, ilyen tök kultúrált, sőt azt mondhatni igazából ott a tiszai környékén, hogy hangulatos környezetté ebből a, hát nem túl baráti környezetből. Majd láthatjátok, hogy roskadozó falak, házak, gyárak, valamikori gyárak épületeit láthatjuk majd. Ugye villamosokról azt azért érdemes elmondani, hogy mint mindenhol, Miskolcon is nagyon beszűkült, és ma már csak 18 km a villamos hálózat. Hát nem volt ez mindig így. Egyébként 1897-ben kezdődött a miskolci villamos történelem. Érdekességképpen mondom, hogy előtte még jó pár évvel valaki lóvasutat szeretett volna tervezni, de ez konkrétan ezt olvastam, hogy ismeretlen okokból nem valósult meg. Több viszonylat is volt amikor az első viszonylatok egyike érintette a Gömöri pályaudvart is, de hát egyszer majd mélyebben belemegyünk a miskolci villamos történelembe, mert hogy igen-igen szerteágazó, és igen-igen sokat változott. Hát ma már, vagy mára már igazából nem a változásokról, hanem a megszűnésekről tudunk beszélni, hiszen, mint mondottam, 1-es és 2-es viszonylat van, pedig hát valamikor volt 3-as, 4-es, sőt a 4-esnek elviekben rengeteg nyoma is megvan, az egyszer majd érdekelne engem. Viszont nem jutottam még el oda, hogy a 4-es villamosnak a maradványait felderítsem, pedig rengeteg érdekes képet, információt kaptam róla. Itt majd rögtön lesz egy ív, mint láthatjátok, és hát nézzétek meg, omladozó épületek, ott egy benzinkút a háttérbe. Itt a nagy semmi, a pusztaság, ugye onnan jöttünk. Érdekesség, hogy járműállomány tekintve a legnagyobb darabszámban annak idején a bengálik voltak, 56. Most ugye a Skodákból van, jól emlékszem, 31 darab Skoda, és hát nyilván már nincs annyi bengáli, azt hiszem egy vagy kettő van nosztalgia állományban, ha jól tudom. Ugye Tátra is van, illetve hát ugye a Bécsből vásárolt villamosokból van, azt hiszem egy-egy darab.
Az például az a kapu elég érdekes. Lehet, hogy oda volt valamiféle ipari vágány, bár mondjuk nem tudom, hogy a villamos remízből, kiágazó vágányból, illetve hát ugye a villamosok vágányaiból egyáltalán volt-e itt bármiféle kiágazás, volt-e itt hasonlóképp teherszállítás, ugye, mint a városi tömegközlekedési hálózaton, mint ugye annak idején nálunk, hiszen 1996-ig a BKV-nak is volt a villamosvonalán teherszállítás, amit igazából mondva csinált okokból szüntettek meg. De hát nézzétek meg ezeket a... Ezek szerintem ilyen gyárépületek, vagy legalábbis biztos, hogy üzemi területeknek a zomladozó maradványai, mert kétlem, hogy itt túl nagy élet lenne ma már, ezek inkább elég balesetveszélyes épületeknek néznek ki, mint hogy ezeknek még bármely része üzemben legyen. És megint lesz egy ívünk, ugye? Itt majd jön egy 10-es sebességkorlátozás a villamosnak. És azt hiszem, ez lesz az utolsó ív, és utána egyenesen már kijutunk az 1-es-2-es villamosvonalára, ugye a közös szakaszra. Most hétvége van, nem is tudom, hogy a 2-es ilyenkor milyen menetrendszerűséggel egyáltalán közlekedik-e, hiszen az inkább egy ilyen munkásjárat, a 2-es villamos. De hát ugye lehet erről beszélni, mai nap voltam Nyíregyházán is, az ottani megszűnt villamosról is, bár ugye az egy keskeny nyomtávú, igazából kis vasútból átalakult villamos. 8,1 km hosszú, 10 megállóval volt, és 1969 májusában szűnt meg. No, eljöttünk közben ott az ívben, és az egyenesben, közben egy Skoda Willinger, meg egy 30-as buszt is láthatunk, és tulajdonképpen itt csatlakozunk a villamos életbe, és ugye igen, megszakítottam a gondolatmenetemet, azt mindjárt folytatni is fogom, csak akkor így legalább most ide eljutottunk, és meg tudtuk nézni, meg meg tudjuk nézni. Szándékosan belement a tócsába, de nem lett bajom, víztől nem lesz gond. Szóval a lényeg az, hogy itt csatlakozik a villamos életébe az üzemi kapcsolat, az üzemi vágány, és láthatjátok azt, hogy igazából csak egy irány van, tehát úgy tud kijönni a villamos, hogy a tiszai pályaudvar irányába be kell mennie. Hát, ha jól látom, akkor előbb is vissza tud fogni talán, nem tudom, majd mindjárt megnézzünk, de szerintem nem. És a másik irányból, vagy másik irányba nincsen összeköttetés, tehát mind beállásnál, mind kiállásnál a tiszai felől kell ezt megoldani. Illetve a tiszai felé, mert ugye kiállásnál arra fele halad. No, a gondolatmenetemet elkezdtem, és mindenképpen be is szeretném fejezni. Igazából a villamos megszínése kapcsán, akár itt Miskolcon, akár a fővárosban, akár a pécsi villamos kapcsán, akár a szombathelyi villamos kapcsán, vagy akár a nyíregyházi villamos kapcsán, ez szerintem mind-mind igaz, hogy ezeket a villamos vonalakat nagyon drága volt üzemben tartani. Nyilván ma is drága, de akkor azért máshogy is álltak hozzá, szóval azért... Most ilyen nagyon nagy vonalakban beszélünk, de azért a 60-as, 70-es években nem igazán az volt a fő központ, hogy mindenképpen villamos vonalaink legyenek, sőt az volt a központ, hogy ne legyenek villamosok, legalábbis ahol lehet, vagy ahol rossz állapotú, ott arra abban nem fetszöltek már bele lóvét, inkább megszüntették, és helyette jöttek a buszok. A buszok sokkal olcsóbbak voltak, ugye, hát ne is beszéljünk ugye az Ikarusról, aki ömlesztette az autóbuszokat, és sokkal olcsóbban jutottunk ezekhez az autóbuszokhoz, mint villamosokhoz, és akkoriban a villamosgyártás hát éppenséggel Magyarországon nem volt olyan jelentős, legalábbis abban az időszakban nem véletlen, hogy a főváros Tátra villamosokat vásárolt, és nem saját magunk által gyártott villamosokat. Aztán ugye ez nyilván változott, meg előtte is azért volt jelentősége, hiszen ha az UV-ra gondolunk, akkor azért talán a legnépszerűbb és a legtöbb gyártott magyar villamosról beszélünk, de volt egy időszak, amikor ez háttérbe szorult, és inkább a buszok. Igazából az a végső konklúzió, hogy sokkal olcsóbb volt akkoriban buszra váltani, nyilván ez ma is így van egyébként, de hála az Istennek azért a közlekedési koncepció mára azért megváltozott, és például a fővárosban is azért bővül a villamos hálózat, még hogyha csak apránként is, de azért az utóbbi években nagyon sokat fejlődött, gondoljunk csak a budai fonódóra, ami még fog fejlődni, és a most épülő, vagy most elkezdődött tervek szerint ugye
majd a pesti fonódó kialakítása is, szóval azért most már egészen máshogy állunk ehhez az egész kérdéshez, de azt is hozzá kell tenni, hogy ezek a városok, ahol megszűnt teljes mértékben a villamos közlekedés, nagy részben nem is nagyon akarták ezeket a villamosokat, ezeknek a villamosvonalaknak a megmaradását, és nem is nagyon tettek azért, tehát nem, nyilván akkoriban ez teljesen máshogy működött, mint ma, hogy ma mindenért petíciót írunk, és interneten lázongunk minden ellen, ez akkoriban nyilván nem volt így, de az emberek maguk között sem, legalábbis a régi fennmaradt, meg egyéb olvasmányok alapján, meg nyilván a ma is élő emberek elmesélései alapján nem is nagyon szerették volna ezeket a villamosvonalakat megtartani. Zajosak voltak, lassúak voltak és katasztrofális állapotban voltak. Ez szinte minden város villamosaira elmondható. Nyilván most itt Budapestet tegyük félre, tehát én most itt a vidéki városokról beszélek, és ezért volt az, hogy ahol ma is van még villamos, mint például Miskolc, Szeged meg Debrecen, ott is jóval több volt, és örüljünk, hogy egyáltalán ezek fennmaradtak, bár ezek azért olyan mértékű városok, ahova kell is a villamos. Talán azt gondolom, hogy Pécs, Szombathely megvan, és nem is nagyon igényli, meg nem is nagyon kellene szerintem villamos közlekedtetés ma oda. Én köszönöm szépen nektek a figyelmet, és remélem, hogy találkozunk legközelebb, addig is sziasztok!